Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum. Mai adásunkban azzal a drámai kiáltványjal foglalkozunk, amelyet Carlo Maria Vigano érsek, a Vatikán volt amerikai apostoli nunciusa intézett a világ nemzeteihez, az általa globális pucsnak nevezett folyamattal szemben. Az érsek, aki az elmúlt években nyugdíjazása után többször is bírált a pápát, ezúttal nem elsősorban a katolikus egyház belső állapotával foglalkozott, hanem a nemzetközi hatalmi elit túlzott és romboló hatásúnak ítélt befolyásával szemben fogalmazott meg éles kritikát. A nyilatkozatban Vigánok konkrét lépéseket is megfogalmaz, amelyeket szerinte a létrehozandó antiglobalista összefogásnak kezdeményeznie kellene. A pontok megfogalmazása arra utal, hogy a katolikus vezető részletesen tanulmányozta a globalista elit nagyszabású társadalmi programjait, épp úgy, mint a közösségi civil ellenállás vezető ideológusainak munkáit, és ezekkel szemben alakította ki álláspontját. Két éve egy globális államcsínynek vagyunk a szemtanúi, melyben a pénzügyi és ideológiai elitnek sikerült átvenni az irányítást a nemzeti kormányzatok, köz- és magánintézmények, a média az igazságszolgáltatás, valamint a politikai és vallási vezetők felett. Mindegyik kivétel nélkül elkötelezte magát az új urak szolgálatára, akik hatalmat, pénzt és társadalmi rangot garantálnak büntársaiknak. Így kezdte a Youtube-on közzétett felhívását Vigánó. Egyben emlékeztetett arra, hogy alapvető jogainkat, amelyeket ez ideáig felbecsülhetetlen értéknek tekintettünk, most lábbal tiporják valamilyen szükséghelyzet ürügyén. A vészhelyzetek az érvek szerint csak ürügyként szolgálnak, lehet ilyen hivatkozás egészségügyi szükséghelyzet, mint a Covid időszakában, vagy háború, illetve más globális krízis. Vigano úgy véli, hogy ez a globális pucs megfosztotta a polgárokat a védekezés minden lehetőségétől. A tudomány, a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató hatalom mind bűntársak, a törvények, az igazságszolgáltatás és saját létjogosultságuk megsértésében. Egy globális pucsról van szó, mert ez a polgárok elleni bűnös támadás kiterjed az egész világra, néhány nagyon ritka kivétellel. Az érsek úgy folytatja, hogy ez egy minnyájunk ellen vívott világháború, ami azok ellen is zajlik, akik nem fogták fel a körülöttük zajló események jelentőségét. Ezt a háborút nem fegyverekkel vívják, hanem illegitim beavatkozással, rossz hiszemű gazdaságpolitikával és eredendő jogaink elfogadhatatlan korlátozásával. Nemzetközi szervezetek, amelyek jó részt a pucs korrupt szervezői finanszíroznak, beleártják magukat a független kormányok hatáskörébe és emberek milliárdjainak az életébe, kapcsolataiba és egészségébe. Az érsek álláspontja szerint az érintettek részben pénzért vállalják ebben a résztvételt, de hozzátette, hogy ami még ennél is rosszabb, a hatalom központisításáért, a globális diktatúra kiépítése érdekében teszik ezt. Vigano a tervek között konkrétan megnevezte a Davoszi Világgazdasági Fórum alapítójának, Klaus Schwabnak a Great Reset, vagyis Nagy Újraindítás című programját, amelyről lapunkban már részletesen beszámoltunk, valamint az Agenda 2030 elnevezésű ENSZ programot is. Vigano értékelése szerint ezek az új világrend tervei, amelyekben rabszolgasorba taszítanának mindenkit, és az emberiség vallásából kitörölnék Krisztus hitét. Ezzel a globális puccal szemben feltétlenül meg kell alakítanunk egy nemzetközi antiglobalista összefogást mindenki számára, akik ellenzik a diktatúrát, akik nem akarnak egy arctalan hatalom rabszolgáivá válni. A katolikus vezető úgy látja, hogy ha a támadás globális, a védelmet is globálisan kell megszervezni. Felkérek minden politikai és vallási vezetőt, értelmiségit és minden jó akaratú embert, hogy lépjenek szövetségre az antiglobalista kiáltvány megalkotásához. Vigano ebben a kiáltványban azt szeretné, ha a résztvevő szakemberek pontról pontra megcáfolnák a disztópikus új világrend hamis és félrevezető dogmáit, és konkrét alternatívát kínálnának fel helyette a közjó jegyében megalkotott politikai programmal úgy véli, hogy ennek a programnak fel kell hívnia a figyelmet a kereszténység morális alapjaira, a hagyományos értékekre, az életvédelmére, a természetes családi egységre, a munka és jövedelmező tevékenységek védelmére, az olyan hagyományos értékek mint az oktatás és a kultúra támogatására és az alkotás megbecsülésére meggyőződése szerint az antiglobalista szövetségnek össze kell fognia a nemzeteket, hogy megszabadulhassanak a zsarnokság politikai igájából, hogy megerősíthessék saját szuverenitásukat, és kölcsönös előnyökkel járó együttműködést alakíthassanak ki olyan nemzetekkel és népekkel, akik vállalják és alkalmazni akarják a szabadság, az igazság és a jó akarat alapelveit. A felhívásban konkrét lépéseket is megfogalmazott az érsek, többek között a világrendjének felforgatóival szembeni felelősségre vonást. El kell ítélni az elit bűneit, meg kell nevezni a bűnösöket, nemzetközi bíróság elé kell állítani őket, és meg kell nyírbálni a hatalmukat, valamint káros befolyásukat. Meg kell akadályozni a lobbycsoportok ténykedését mindenek előtt a korrupció felszámolásával az állami hivatalokban és az informatikai ágazatban tevékenykedők között. De kell fogyasztani a társadalom bomlasztására használt tőkéjüket azokban az országokban, ahol a kormány már a globális elit szolgálatába szegődött. A civil forradalmárok kedvenc ideológusainak, szól Alinskynek és Gene Sharpnak a társadalom átalakító programjával szemben azt javasolja az érsek, hogy világszerte hozzanak létre ellenállási mozgalmakat és közösségeket a nemzet felszabadítására minden társadalmi szektor képviselőjének a bevonásával. Ennek érdekében Vigánó felkért mindenkit, akinek fontos a tradicionális keresztény értékek védelme, hogy vegyék fel egymással a kapcsolatot egy nemzetközi fórumon, amit a lehető leghamarabb meg kell rendeznünk, ahol a legkülönbözőbb nemzetek képviselői találkozhatnak egymással komoly, konkrét és világos javaslataik megfogalmazására. Kéréssel fordulok minden politikai vezetőhöz és uralkodóhoz, akik szívükön viselik polgáraik jólétét, hogy tegyék félre a politikai pártok idejét, múlt rendszerét, vessék el a hatalom és a pénz szolgálatába állított rendszer logikáját. Továbbá, felkéri, folytatta a drámai felhívását az érsek, minden keresztény nemzetet, keleten és nyugaton felkér minden államfőt, azaz az intézményrendszer érdemes képviselőit, gazdasági, munkaügyi, oktatási, egészségügyi és informatikai területekről, hogy csatlakozzanak közös ügyünkhöz, a régi rendszer megsemmisítéséhez, félretéve minden ellenségeskedést, amit az emberiesség ellenségei hoztak létre, az osz meg és uralkodj jegyében. A felhívás utolsó részében a katolikus vezető közvetlenül a keresztényekhez fordult. Nem vethetjük magunkat ellenségeink szabjája alá, mert az pont az arra szolgálna, hogy megakadályozzon bennünket egy hatékony és ütőképes ellenállás megszervezésében. Felkérek minden nemzetet és polgárait, hogy fogjanak össze, Urunk Jézus Krisztus keresztje alatt, hozzuk létre az antiglobalista szövetséget, adjunk neki egyszerű és világos programot, szabadítsuk meg az emberiséget a totalitárius zsarnokságtól, amely a történelem legborzalmasabb diktatúráinak szörnyűségeit egyesíti magában úgy véli, ha tovább halogatjuk a dolgot, ha nem értjük meg a minnyájunkra leselkedő veszélyt, és ha nem lépünk fel ellene egy szilárd és bátor ellenállás megszervezésével, akkor nem leszünk képesek megállítani ezt a magát mindenhova befészkelő politikai hatalmat. Zárt a felhívását vigánó érsek. Az antiglobalista felhívást megelőzően 2020. júniusában Vigano élesen bírálta a katolikus egyházat is. Mint mondta, a második vatikáni zsinat szerinte olyan szkizmát, vagyis szakadást vezetett be, amelyben immár egy hamis egyház létezik a katolikus egyházon belül az általa igaznak tartott egyház mellett a zsinat utáni időszak tévedéseit a dokumentumok egyértelműen tartalmazzák. Az érsek bírálta második János Pál pápa és különösen Ferenc pápa ökumenikus tevékenységét, és a pápaságok alatt tett intézkedéseiket összefüggésbe hozta a zsinat hibáival vagy kétértelműségeivel. Ha a pacsamamát, vagyis az amazonaszi indiánok által tisztelt női istenség szobrát lehet imádni egy templomban a Vatikánban, akkor ezt a Dignitatis Humánénak, vagyis a második Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozatának köszönhetjük. Ha az Abu Zabi nyilatkozatot alá lehet írni, akkor az a Nostra étének a második vatikáni zsinat nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozatának a következménye. Mint arról korábban írtunk, a katolikus egyházban sokan megütközve fogadták, hogy előbb egy vatikáni szerzad, szertartáson használták, majd egy római templomban felállították a dél-amerikai földanya szobrait, és konzervatív főpakok védelmükbe is vették azokat a katolikus aktivistákat, akik egy éjszaka kivitték és a tevere folyóba dobták azokat. Az abudzavi nyilatkozat pedig azt állítja, hogy a három monoteista vallás, a kereszténység, a judaizmus és az iszlám közös gyökerekből fakad, és az emberiség egységét fejezik ki. További konfliktus forrás volt a Ferenc pápa által 2021. júliusában kiadott dokumentum, a Traditionis Custodes, amely korlátozásokat vezetett be a hagyományos tridenti Vigano ezt követően nem katolikus pápának nevezte Ferencet. A tradicionisták egyik felekezete, az ukrán ortodox görög katolikus egyház pedig egyenesen bejelentette, hogy ők Vigano érseket választották pápává. Francis Bergoglio eretnek módon bitorolja a pápai hivatalt, és tevékenységével nem csak a Vatikánt, de az egész katolikus egyházat pusztulásba akarja dönteni, írta Eliak Pátriárka a bizánci ritusú ukrajnai felekezet levelében, amelyben pápának kérik fel Vigánót. Mint a pátriárka írja, az érsek pápai beiktatása nem fog szkizmát okozni, mert Bergoglio, mivel eretnek, soha nem volt érvényes pápa az egyház tehát de facto a sede vacante, vagyis a pápai hivatal megűresedése állapotában van. Ez az állapot azonban ezennel véget ér. Vigánó pápai beiktatása azonban elmaradt, mert az ultraortodox felekezetet már a háború előtt betiltották az ukrán hatóságok állítólagos orosz kapcsolataikra hivatkozva. A katolikus egyházon belüli vitákat a volt pápa spirituális testamentumának tekintett és posztumusz megjelent könyve még szélesebb körben nyilvánossá tette, és konzervatív bíborosok egy csoportja a hírek szerint már Ferenc pápa lemondatására készül. Ennek egyik jele, hogy tényfeltáró könyvek sorra leplezi le a törésvonalakat a Vatikánban, különösen azóta, hogy 16. Benedek pápa tavaly december 31-én elhunyt. Sorra jelennek meg ugyanis a leleplezőnek szánt könyvek, nem csak tényfeltáró szerzőktől, hanem maguktól az érintettektől is. Megnyílt a Vatikáni Könyvklub sorra jelennek meg a leleplező könyvek a katolikus egyház vezetésen belüli konfliktusokról, amelyek mára már elérték a polgárháború szintjét, mondta John Allen, a független konzervatív katolikus magazin a Crux, vagyis a kereszt főszerkesztője a Bostoni újságíró podcastadásában azt állította, hogy 16. Benedek szilveszter napján történt halála óta, egyelőre még csak éppen a felszín alatt, egy cunami kezd kibontakozni, amelyet a sorra megjelenő könyvek képviselnek. A formálódó polgárháború tétje a katolikus egyház jövője. Mint arról két héttel korábban beszámoltunk, vannak, akik nyíltan elutasítják a jelenlegi egyházfőt, mint vigánó volt vatikáni nuncius, aki egyenesen antipápának nevezte Ferencet, és kiáltványban szólított fel a világ nemzeteit, hogy álljanak ellene a globális pucsnak. Mások ennél óvatosabban fogalmaznak, de világossá teszik, hogy szeretnék eltávolítani Ferencpápát a katolikus egyház éléről. Az elhunyt emeritus pápa személyi titkára, Georg Genschwein művének a címe már maga is üzenet. Az igazság és csak a tiszta igazság. Schwein érsek Benedek halála után a könyvében és a médiának adott interjúkban is kifejtette, hogy a néhai pápa csalódott volt Ferenc pápa több döntése miatt, beleértve a latin nyelvű misét, valamint az elvált és a polgári házasságban újra házasodott katolikusok számára a szentáldozáshoz való hozzáférést. Ferenc pápa 2021-es döntésével kapcsolatban, amelyel visszavonta az engedélyt, amelyet Benedek adott a II. Vatikáni zsinat után eltörött tridenti rítusú latinmise újbóli használatára, Genschwein Adi Di adott interjúban azt mondta, hogy ez eléggé megviselte őt. Azt hiszem, ez összetörte Benedek pápa szívét. A latin nyelvű mise rehabilitálásával Benedek gesztust akar tenni az olyan konzervatív katolikus körök felé, mint például a Szent X. Pius papi testvériség. Ezt a nemzetközi papi társaságot Marcel Lefebvre francia érsek alapította 1970-ben, és a szervezet számos egyházi reformot elutasít, amely a II. Vatikáni zsinat nyomán jött létre a katolikus egyházban személyes szinten szembesült ezzel a döntő jelentőségű irányváltással, és hibának tartotta, mivel veszélyeztette a 14 évvel korábbi békekísérletet írja könyvében Genswein, és hozzátette, Benedek különösen azt tartotta helytelennek, hogy megtiltotta a régi rítusú szentmise celebrálását a plébánia templomokban, hiszen mindig veszélyes a hívek egy csoportját sarokba szorítani, azt éreztetni velük, hogy üldözöttek, és azt az érzést kelteni bennük, hogy meg kell védeniük identitásukat egy ellenséggel szemben. Könyve megjelenése után a Vatikán határidő nélküli szabadságra küldte Genszwein érseket, jelezve számára, hogy Benedek halálát követően utódja már nem tart igényt a szolgálataira. Pedig a volt személyi titkár hangsúlyozottan nem a szakadékot akarta mélyíteni könyvével, amelyben főként a személyes visszaemlékezései szerepelnek, ahogy Benedek nyolc éves pápaságát és közel tíz éven át tartó szinte teljes visszavonultságban töltött emerituszi nyugdíjazását végig kísérte. Gensvény többször hangsúlyozta Benedek Ferenc iránti hűségét is. Emlékeztet például arra, hogy amikor Benedek 2013. február 28-án lemondása hatályba lépésének a napján, még a pápa választó konklávé megnyílása előtt a bíborosokhoz szólt és azt mondta, közöttetek van az utódom is, akinek feltétlen tiszteletemet és engedelmességemet ígérem. Emellett jegyzi meg Gensvény, Benedek mindig Szentatyának nevezte Ferencet, akár személyesen, akár írásban, és naponta tartott miséjén mindig imádkozott a hivatalban lévő pápáért, közösséget fogadva vele. Az elhunyt volt egyházfőnek két posztumusz kötete is megjelent. Az Isten mindig új címet viselő kötetet a Vatikán hivatalos kiadója jelentette meg. Ebben Benedek korábbi írásaiból gyűjtöttek össze egy válogatást, és az előszót maga Ferenc pápa írta. Ennél nagyobb figyelmet keltett a mi a kereszténység című kötet, amely bevallottan a volt pápa spirituális testamentuma. Ebben részben olyan írások találhatók, amelyeket Benedek visszatartott, nehogy feszültséget okozzanak a regnáló egyház fővel szemben. Minden szó, amit kimondok, rettenetes indulatokat vált ki Németországban. Szeretném ettől megkimélni magamat és az egyházat is, írta indoklással a kötet szerkesztőjének a volt pápa egy magánlevelében, ami szintén csak most került nyilvánosságra. Benedek azokra a liberális katolikus körökre utalt, amelyek Németországban és másodt is Ferenc pápa legfőbb támogatóinak, a spirituális hátországának számítanak. A kötet érinti a katolikus egyházon belüli szexuális visszaéléseket, amelyekért Benedek részben a szemináriumi rendszerválságát teszi felelőssé. Úgy látja, hogy a következő papi generáció oktatása az összeomlás szélén áll. Tanulmányában azt írja, hogy egyes papi szemináriumokon, leginkább az Egyesült Államokban meleg klubok működnek, néhány püspök pedig megengedi a növendékeknek, hogy pornográf filmeket nézzenek szexuális vágyai kielégítésére nem említi ugyan Ferenc pápa nevét, de a tendenciáért nyilvánvalóan őt teszi, legalábbis részben felelőssé. Miután az argentin jezsuita bíborosból lett egyházfő, számtalan megnyilatkozásában jelezte azt, hogy számára a homoszexualitás csak doktrinális szempontból jelent problémát, mint szexuális irányultságot és életvitelt együttérzéssel tekinti, és hangsúlyozott szeretettel viszonyul az LMBTQ emberekhez. Benedek pápa arról is panaszkodott, hogy néhány szemináriumban az is előfordul, hogy eltanácsolták a papi hivatástól azokat a diákokat, akik az ő könyveit olvasták. Műveit veszélyesnek bélyegezték meg, és csak titokban olvashatták a diákok. Ez a helyzet nyilvánvalóan abszurd, hiszen nem valami eretnek szerző írásairól, hanem a tévedhetetlenséggel is felruházott pápa teológiai és morális tartalmú műveiről van szó nem Benedek tollából származik ugyan, de az őt közelről ismerő veterán olasz újságíró Oráció La Rocca, a La Repubblica munkatársa írta a Ratzinger döntése című könyvet, amelynek alcíme egy idézet a volt pápától, nem menekültem el. A szerző vette Benedeket, mondván mind megválasztásakor, mind a lemondásakor Istennek és a lelki ismeretének engedelmeskedett. A szerző Larocca ugyanakkor idéz Benedek egyik leveléből, amelyet George Pell, Ausztrál bíborosnak írt, amikor a Ferenc egykori közeli tanácsadójának számító főpap gyermekek szexuális zaklatása miatt börtönbe került. A levélben a volt pápa azt írta, hogy a bíborosnak a katolikus identitás melletti szilárd kiállása miatt kell úgymond megfizetnie az árat. Pelt egyébként 2020-ban felmentették, és nemrég hunyt el. Mint kiderült, Pell volt a szerzője egy tavaly közzétett névtelen feljegyzésnek is, amely közvetlenül ferencet támadta a feljegyzés katasztrófának minősítette a jelenlegi pápaságot, és többek között bírálta a Vatikán diplomáciájának súlyos kudarcait az ő irányítása alatt. Jó lelki ismerettel, vallás és hit a XXI. században. Ezt a címet viseli a Gerhard Müller német bíborossal készült interjúkötet a Vatikán hittani kongregációjának korábbi vezetője, aki Benedektől vette át ezt a pozíciót annak pápává választása után, és akit aztán később Ferenc menesztett, Ebben a megnyilatkozásában elítélte a regnáló pápa úgymond doktrinális zűrzavarát, és bírálta a körülötte lévő úgymond mágikus kört, informális tanácsadók csoportjának a befolyását. Müller arról beszélt, hogy a pápa hozzá közel álló személyeket tünteti ki fontos pozíciókkal, beleértve olyanokat is, akiket szexuális visszaélésekkel vádolnak. Bírálta továbbá azt, hogy a pápa előszeretettel ápolja a kapcsolatot a globális elittel, köztük az általa apostata katolikusnak tartott Joe Biden amerikai elnökkel, aki az abortusz támogatója. Továbbá azt is, hogy az egyház főt jobban foglalkoztatja a globalizáció és a klímaváltozás, mint a teológia nem közvetlenül válaszként, de Ferenc pápával is megjelent egy interjúkötet. kötet. A félelem, mint ajándék címmel, amelyet egy népszerű olasz televíziós személyiség, Szálvon Noé pszichológus készített. Mint John Allen kiemelte, ez a könyv lavina kivétel nélkül olaszul jelent meg, idegen nyelvi fordítások még nem készültek belőlük. Ami nem csak azt jelzi, hogy Olaszországban kiemelt érdeklődés övezi a pápaság és a katolicizmus jövőjével foglalkozó vitákat, hanem arra is utal, hogy ez a kibontakozó polgárháború csak az első, úgymond hazai pályája megvívott ütközete, mielőtt a konfliktus kilépne globális szintre. Az a vita, ami Benedek életében főként a színfalak mögött zajlott, most a felszínre robbant, és minden bizonyal ott is marad, amíg valamilyen irányban a dolgok el nem dőlnek, mondta az amerikai Vatikán szakértő. Ellen szerint ugyanakkor nem a három hét leforgása alatt megjelent könyvfullám váltotta ki a feszültséget, az csupán láthatóvá tette a törésvonalakat. Ferenc a könyvek megjelenésére csak közvetve reagált. Dél-Szudánból hazatérő repülőgépén újságíróknak azt mondta: Bírálói kihasználják benedek halálát, hogy a saját ügyüket előre mozdítsák. És azok, akik kihasználnak egy ilyen jó embert, Isten ilyen emberét, nos, azt mondanám, hogy azok etikátlan emberek, olyanok, akik egy párthoz tartoznak, és nem az egyházhoz, mondta Ferenc. Marco Politi, olasz Vatikán szakértő szerint ugyanakkor Müller könyve azt jelzi, mi szerint megállíthatatlan a pápa ellenfelei részéről a konfliktus további eszkalációja. Mint az AFP-nek elmondta, szerinte is polgárháború folyik az egyházban, az egyház szívében, amely Ferenc pápaságának az utolsó napjáig tart, feltéve, hogy a következő konklávé, amelyre a jelenlegi egyház fő halála vagy lemondása után kerülhet sor, olyan szemét választ majd új pápának, aki egyesíteni tudja az egymással élesen szemben álló konzervatív és liberális irányzatot. Politi úgy látja, hogy a Ferenc pápát bírálók, már most egy olyan gondolati áramlatba tömrülnek, amely képes befolyásolni a következő konklávét, és ezáltal a következő pápaságot. Ferenc pápa nem zárta ki azt, hogy hajlandó lenne követni Benedek példáját, és lemondani, ha egészségi állapota miatt nem tudná ellátni a feladatát. De a tért problémái ellenére, amelyek miatt az utóbbi hónapokban kerekesszékbe is kényszerült, továbbra is aktív és népszerű, amint azt a legutóbbi afrikai útja során megjelent tömegek is mutatták. Ez a tért bosszantó, de megyek tovább, és lassan majd meglátjuk, mondta a 86 éves egyházfő, és szokásos öniróniájával hozzátette, tudjátok, a rossz pénz nem vészel. Ferenc Pápa korábban a spanyol ABC című lapnak azt nyilatkozta, hogy megírta a lemondó levelét, és átadta a Tarsizio Bertone vatikáni államtitkárnak, mielőtt a bíboros 2013-ban nyugdíjba vonult. Aláírtam a lemondó levelet, és azt mondtam neki, egészségügyi akadályoztatás vagy bármi más esetén itt a lemondásom, a tied. Mondta a pápa, ugyanakkor hozzátette, hogy nem tudja, a most 88 éves Bertone később mit tett a levéllel. Ez volt tehát a hetek univerzum mai adása, köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is, és viszont hallásra a legközelebbi találkozásig.